fogják látni, mint kapusunk is nagyszerű, kiemelkedő. Aki most kiemelkedik, Usztics Mátyás! Hiszem, ezek a homokos ejtőernyősök egy picit összerúzsozták ezt a kérdést. Ha a szülői értekezletre kerül a sor, akkor kitör belőle az állatfajta. Szóval a gyermeke érdekében, meg aztán a szereplés lehetőségét is serébe különvéve és különleges dolgokat mond. Hát ezekből a típusokból szeretnék önöknek is megmutatni egyet-kettőt. Hát van olyan is, hogy aki még el se kezdődött a szülő értekezett, alig, hogy leültek a padokba a szülők, már nyújtogatja a kezét. Én a Zsizsik apuka vagyok, a Zsizsik Zsoltikának az apukája. A Zsoltikának, igen. Hát kérem szépen, én szerényen ültem mostanáig idáig, most el is fogyott a tizóraim, amit hoztam magammal. De hát most már szeretnék egy-két dolgot szóvá tenni. Az idén 5-5-ször hoztunk be 870-et rákcsálóításra. Jó. Hoztunk be rongyokat, mert ugye rongygyűjtés volt. Jó. Hoztunk be újságot, mert újsággyűjtés volt. Jó. Hoztunk be filodendront, hogy egy kicsit otthonos legyen az osztály. Jó. Mi tanítjuk odahaza a gyereket? Matematikára, mert gyesen van a matek tanárnő. Jó. Személyesen szereztem a biológia szertárnak Tirgu Muresből egy tanajszűkőtét. Jó. Hoztam egy leigazgatott hódmezővásárhelyről, a hódikökből, mert a réginek lejárt a szabatossága. Jó. De azért mindezek után kapjon valamit az államtól az én gyerekem is ingyenes oktatásból, jó? Hát aztán itt van a másik, a halász-vadász-gyűjtögető életmódot folytató egyik ősünk, aki minden lehetőséget felhasznál arra, hogy beszedjen valamit. Már leginkább pénz. Mielőtt elmennének, kérem, hogy a szülői értekezet után mindenki maradjon itt, és ragadja meg a pénztárcáját. Ildikó néni ma 63 éves. Igen. Na most én arra gondoltunk, hogy kifújjunk neki tojásokat. És akkor azt a Blazsovics apuka megpatkolja. De itt volt egy ellenvélemény, hogy vegyünk neki egy szép csehszlovák kristály keserűt. Na most én mi ebben nem foglalunk állást. Döntsék el a szülők, hogy mit adunk Ildikó nénének, csak azt kérem, hogy gondoljunk arra, hogy a látása már nem a régi, úgyhogy ne vegyünk neki ismét haristaladrágot. Na most a örömmel közlöm, hogy a Rubolt Béla optikus apukájánál elkészültek az egyenszemüvegek. Igen, ne tessék csodálkozni. Úgy döntöttem, tűnt a múltkori szülői értekezleten, hogy mindenki szemüveges lesz az osztályban. Bizony, a keret főre lágyuló, úgyhogy 420 forint 50-et fogok majd beszedni. Amint látják a szülőtársak, elkészült az új katedra. Egy beépített sugójukkal. Látom a kezekben, hogy a visszaüzenő füzetet is megkapták. Akkor én visszatérek a katedrához. Sajnos nem kaptam hozzá mongol vízifát, így hát a drágábbik megoldást kellett választanom, hegyaljai ulatrézningből van az oldalfala. Viszont a tanári szék az balsafa. Ennek az az előnye, hogyha kigyullad, akkor kellemes illatot áraszt a terembe. Na de én is sajnos rá kell nekünk fizetni 128-80-at fejénként. Egyébként közlöm, hogy a múlt hónapról Somogyi apukának 1490 forint elmaradása van. Nem várhatunk tovább, ugye? Intézkedtünk az illetékfelé felé, Somogyi apukának le fogják tiltani a fizetéséből. Viszont jó hírem van Homokaiéknak. Utána érdeklődtem, el tudunk fogadni dollárt is. Úgyhogy el lehet indítani a hitelakciót a Chase Manhattan bankán. Végül csak annyit, hogy nem tehette kivételt. Úgyhogy a partner papáink határidő átütemezési könyörgő kérvényét tekintsük semmisnek. Aztán itt van a megilletődött, a mindig síró, szipogó, kis vízfejű gyermekét mindig beajánlható. Marhóka nénike! Én a Rózsa Gyurinek vagyok az anyukája! A múltkor betetszett írni az üzenek, hogy a Gyuri már megint nem tudja, hogy melyik a kakuk tojás. De hát ezt nem lehet Marhóka néni, mert mi átvettük vele a kakuk tojást. A gyerek még éjszaka álmában a takaró alatt is meg tudta mondani, hogy melyik a kakuk tojás. Átmeneti rövid zárlatról lehet szó csupán.
hogy nem észlény a mi Gyurink. Otthon is többször észreveszünk, hogy kikapcsol. Hogy háttal ül az ebédhez. De a főzelék után mindig megmossa a csilláró fissel szedett villanykörtét. Így el kérem, hogy alapvetően jó indulatú a gyerek. A telefonnal kapcsolatban elismerem, hogy ott valóban baj van. A múltkor, amikor a rendőr hozta be az iskolába, hogy telefonfülkéket fosztogat, nekem elmondta, hogy éjjel telefonokkal álmodik. De itt mi már lépéseket tettük a pszichológus irányába. Különösen azóta, hogy minden éjjel összetárcsázza a pizsamáját. Na most végül itt van a nagyhatalmú szülő. Gondolom, hogy a típus az ismerős önöknek. A tábornok apukának nevezünk egyszerűen, majd ő megnevezi magát. Szülőedvezsök! Galamb Eftárs vagyok. A kis Galamb Sanyi Eftársnak az apukája. Hogy megnyugtassam a kedélyeket, minden el van intézve. Kérem szépen a kirándulást meg lesz tartva! És a következőképpen fog kinézni. A gyerekek bevonulnak 5 óra 40-re. A Magyar Hajó és Danúgyár kultúrtermébe. Itt vegyvédelmi köpenybe bújnak. És ceglét karccal Máté Szalka vonalába felfejlődnek! Hadd fejlődjék az a gyerek! Körni! A dolgozó lépve szolgál! Most pedig bejelentem az önök régi jó ismerősét, Verebes István.